Leadták a listát, a héten megkezdik az idősek oltását a házi orvosok. Csőd közelben demonstráltak a vendéglátósok. Lábnyomok Pipishegyen, inkább borzra gyanakodnak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A legidősebbeket a tervek szerint először február 4 és 7 között oltják be koronavírus ellen. A házi orvosoknak hétfő délutánig kellett jelezniük, hogy a praxisukban kik, hol és mikor kapják meg a védőoltást. A korábban ismert adatok szerint összesen 18 ezer idős embert kell beoltaniuk a házi orvosoknak. Az operatív törzs jelentése szerint azonban a vártnál kevesebb, csupán 11 ezer adag vakcina érkezett a hétvégén, ami az eredetileg tervezett oltásokat is átírhatja a héten. Az általunk megkérdezett házi orvosok egyelőre az eredetileg megadott oltási terv szerint végzik a páciensek behívását. Megkapták a házi orvosok azt a beteglistát, amely szerint oltaniuk kell az időseket a koronavírus ellen. A listán időrendi sorrendben szerepelnek a paciensek. Rektorisz László azt mondja, elsőként az 1920 és 35 közötti születésűek vannak. A házi orvos listáján közel 40 név szerepel, és az első 10-et kellett értesítenie, akikkel a hétvégén tudott is egyeztetni. Kiderült az is, a házi orvosok a Moderna vakcinával kezdhetik meg az idősek oltását. Azt kell róla tudni, hogy ez az oltás, ez 10 emberre alkalmas oltóanyagot tartalmaz, és a működő képessége az a felolvasztástól számított, ugye 6 órán belül kell beoltanunk. Úgyhogy még csak ennyit tudunk, hogy megjött a lista, a betegekkel föl kell venni a kapcsolatot, úgyhogy szerencsésnek mondhatom magam, mert a hétvégén sikerült elérni a betegeket, és tulajdonképpen ugye abban állapodtunk meg, hogy van egy olyan dátum, február 4 és 7-e között kell beoltanunk őket. Az oltóanyagot és az oltáshoz szükséges egyéb felszerelést a tervek szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ biztosítja, mondja a házi orvos. Hozzátette, további 6 beteget kellett kiválasztaniuk, akiket oltópontra kell küldeniük, ők a Pfizer vakcinát kapják meg. Az, hogy a melyik oltópontra, ez jelenleg most kiforrás alatt van, mert hivatalosan még úgy volt a forrás, hogy megyei oltópont, hát az ugye Eger lenne, de tárgyalások folynak, hogy lehet, hogy nagyon szerencsés esetben a Gyöngyösi Kórház is, amennyiben megkapnak ennyi plusz oltóanyagot. Nagy Éva házi orvos már fellépett az ügy érdekében, és ismét a megyei vezetőhöz fordult a gyöngyösi oltópontok kialakítása érdekében. Már egyszer írtam, meg most is megírom a kollegiális vezetőnek, megyei kollegiális vezetőnek, hogy Gyöngyösön is ki lehetne alakítani oltópontokat a 80-asiaknak a idősek napközi otthonában, mert ugye ott most nincsenek napközi ellátásra. A város közepén simán a műfházban meg lehetne oldani, mert ott sincs semmiféle rendezvény mostanában, és akkor itt a felsővárosból mi vagyunk, ott pedig vagy a kórházba kijelölni egy helyet, vagy esetleg az ügyeletben, mert ott is van egy viszonylag nagyobb váró. Egyébként a házi orvos listáján 41 név szerepel, és már megadta az első 16 nevet. Most mi összekírtuk a 10 pácienst, aki majd ide jön a rendelőbe, 6-ot megjelöltünk, akit oltópontra visznek majd valamilyen formában, elmondásuk szerint betegszállítóval Egerbe, és mi írtunk tartalékokat is, mert ha valaki megbetegszik, nem tud elmenni, nagy Isten nem felel meg neki az oltás. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő arra is figyelmeztet, hogy a megmaradó vakcina központi visszaszállítására vagy hűtési időn túli felhasználására nincs lehetőség. Korábban elhangzott, nem maradhat beadatlan oltóanyag. Müller Cecília korábban úgy fogalmazott, puffert kell képezni a behívható oltásra váró köréből az oltási rendnek megfelelően. Már kapható a gyöngyösi gyógyszertárakban az első otthon is használható COVID gyors teszt, amely az újbegyből vett vérminta alapján mutatja meg, átestünk-e már a fertőzésen, vagy ha oltást kaptunk, kialakult-e a védettség a szervezetünkben. A gyors teszt ára 6 és 7 ezer forint között mozog a patikánkban. 6 és 7 ezer forint között vásárolhatjuk meg az első itthon is kapható COVID gyors tesztet ebben a gyöngyösi gyógyszertárban. Az otthon is könnyedén elvégezhető teszt egy csepp vérből megmutatja, hogy átestünk-e már a fertőzésen, jelenleg betegek vagyunk-e, vagy ha oltást kaptunk, kialakult-e a védettség a szervezetünkben. Azonban, mivel a teszt a szervezet vírusra adott válaszreakcióját mutatja ki, a kezdődő fertőzés nem jelzi. Ezt a svájci gyártó cég írt a közleményében. Az általunk megkérdezett idősek többsége
inkább az oltást várja, és nem tervez gyors tesztet vásárolni. Mivel hogy én védett korban vagyok már, meg gondjaim is vannak, azért is vagyok itt is, így azt várom, hogy majd az injekció jobb lesz, vagy mit tudom én addig mást nem. A teszteléshez a csomagban levő eszközzel az újbegyből vett vért, valamint a reagens anyagot kell a mellékelt tesztkazetta megfelelő részébe juttatni. A teszt 10 perc alatt eredményt mutat, pontossága pedig a gyártócég állítása szerint megközelíti a 100%-ot. Ha valakinek csak a kontrollsávban jelenik meg egy csíg, akkor az illető a teszt szerint nem fertőzött. Amennyiben az immunglobulin M sávban látunk jelzést, az fertőzésre utal. Ha azonban a G sávban jelenik meg a csíg a kontroll mellett, akkor már lezajlott a fertőzés. Ha mindhárom pozitív, az akkor lehetséges, ha a betegségen túl van a páciens, de a szervezete még küzd a kórokozóval. Demonstrációt tartottak a vendéglátósok. A koronavírus miatti korlátozások lazítását és kompenzációt követeltek. Az eredetileg hétfőre hirdetett megmozdulást vasárnap tartották, majd végül hétfőn újra gyülekeztek a Hősök terén. Információink szerint több gyöngyösi vendéglátós is részt vett a hétvégi eseményen. Már a országszerte tömeges üzletnyitást terveztek, közben a Magyar Közlöny pénteken megjelent számából kiderült, azok, akik kinyitnak, szigorú büntetésre számíthatnak. Utolsó tartalékaikat élik fel a vendéglátósok a zárvatartás miatt, és a kompenzációt is hiányolják. Úgy vélik, sokokat már a csőd fenyegeti, ha nem történik változás. A demonstrációt eredetileg hétfőre hirdették meg, de a korlátozások meghosszabbításának hírére előre hozták, majd a vasárnap után hétfőn is az utcára vonultak. A hétvégi megmozduláshoz gyöngyösi vendéglátósok is csatlakoztak, akik kamerán kívül beszéltek elkeserítőnek tartott helyzetükről. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint a szakma helyzete katasztrofális, és amennyiben a kormány nem nyújt további segítséget, úgy a vendéglátóhelyek több, mint a fele hamarosan végleg bezárhat. Azt mondja, a jelenlegi támogatás nem elég, és sokakhoz oda sem ért. A már meglévő és odaítélt, határozatilag odaítélt támogatásokat minél előbb sürgősen juttassák el erre érdemesülteknek, a másik pedig, hogy sajnos tudomásul kell venni, hogy ez a támogatás is valószínűleg nagyon sokaknak már nem elég. Ez ugyanis csak és kizárólag a munkavállalók megtartását célozza és támogatja. Kovács László szerint olyan támogatásra lenne szükség, ami nem csak a fenntartást, hanem majd az újranyitást is segíti. Kellene valami olyan támogatás, amely a fenntartáshoz és az újrakezdéshez állna a rendelkezésre, amelynek például alapja lehetne a 2019-es évi forgalom, vagy esetleg a nyereség. Hogyha a nyereség alapú lenne, ezzel támogatná a kormányzat azokat a vállalkozásokat, akik eddig is próbáltak szabálykövető módon dolgozni, nyereségadót fizettek. A vasárnapi demonstráció után már a tömeges üzletnyitást terveztek, ezt azonban kemény szankciókkal büntetnék. Az új rendelkezések szerint azok a vendéglátósok, akik az elviteles nyitvatartáson felül helyben fogyasztásra is kinyitnak, lebukás esetén már az első alkalommal 6 hónapos bezárásra számíthatnak. Az ilyen üzletnyitással kapcsolatban Kovács László szerint racionálisan kell hozzáállni, mint mondja, ez a próbálkozás nem éri meg az üzemeltetőknek. Visszatért a tél a Mátrába a hétvégén. A kékestetői sípálya is megnyitott, és az egyik fő turisztikai célpont lett a hétvégén. Komolyabb forgalmi torlódás a polgárőrség és a városrendészet, valamint a rendőrség munkájának köszönhetően nem alakult ki. A sípálya alsó déli részén sokan szánkóztak, a sípálya felső részét pedig a síelők és a snowboardosok vették birtokba. Az átmeneti hóolvadás után újabb hideg és hó érkezett a Mátrába. Az időjárási körülményeknek köszönhetően a kékestetői sípálya is üzemelt. Így ismét forgalmas helyé vált Mátraháza és kékestető is. A megnövekedett forgalom miatt a városrendészet, a polgárőrség és a rendőrség lezárta a Mátraházától a kékestetőre vezető utat, és csak annyi autót engedtek fel, amennyi szabad parkolóhely a rendelkezésre állt. Komolyabb torlódás egyébként nem alakult ki, bár most azért szétszámmal voltak a Mátrában. A rendészek, a rendőrök, illetve a polgárőrök ugye terelték a forgalmat, és útba igazították a felérkező turistákat, de egyébként rendkívüli esemény nem történt. A kékestetői déli sípálya végén a szánkósok saját felelősségre csúszkálhattak.
Ezen a területen több autó parkolt, mint általában, ugyanis a sípálya fenti szakaszát a szolgáltató kizárólag a síelőknek és a snowboardosoknak nyitotta meg. Volt, aki Brazíliából érkezett Kékestetőre, hogy életében először lásson havat. Tudod, azért ez nem egy átlagos brazil város, ahol nagyon meleg van. Nos, igen, tulajdonképpen ez egy teljesen más élmény. Ma ki fogom próbálni a síjelést. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, és élvezhetem ezt a gyönyörű kilátást ezen a gyönyörű helyen. Ráhoztuk a gyerekeket, hogy lássanak egy kis havat. Most érkeztünk meg, most parkoltunk, és keressük a túrautat, hogy hova induljunk el, melyik úton. Hát idén még csak most vagyunk először a Mátrába, de én egyébként már többször voltam, én nagyon szeretem, szerintem nagyon szép a kilátás. Tök jó, hogy itt az Alföldön nálunk ugye nincsen hó, viszont itt van, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük szépen. A meteorológusok szerint a következő napokban ismét melegszik majd a levegő, így egyelőre nem tudni, meddig tarthat még a havas tél a Mátrában. Bajba került túrázókat mentettek a Heves megyei rendőrök. Egy mándoki férfi kért segítséget mobiltelefonon vasárnap. A bejelentő elmondta, hogy Mátra Szent Imréről indultak társával túrázni, azonban egy patak völgyéből nem tudnak kimászni a jeges talaj miatt, és időközben be is sötétedett. A település körzeti megbízott rendőre és egy helyi férfi azonnal a keresésükre indult, miközben telefonon folyamatosan tartották velük a kapcsolatot. Sikerült a pontos tartózkodási helyüket is megállapítani, így Hutahely közelében megtalálták őket. A férfit és a nőt, valamint a velük lévő kiskutyát sikerült kimenteni a patak völgyéből, egyikük sem sérült meg. Az első szakértői vélemények alapján nem medve, hanem egy borz lábnyomait láthatta a hétvégén egy turista a Pipishegyen. A jelekről a fotókat a közösségi oldalon is megosztotta. Legutóbb 2020 nyarán bizonyosodott be, hogy medve járt a Mátrában. Akkor volt, aki szemtől szembe is találkozott a ragadozóval. Most azonban úgy tűnik, a mátrai medve még a téli álmát alussza, és csak egy borz tréfálta meg az embereket. Az általunk megkérdezett szakember arra kéri a túrázókat, ha ismeretlen lábnyomokat látnak, értesítsék a helyileg illetékes erdészeteket, vagy nemzeti parkok igazgatóságait. Egy a közösségi oldalra feltöltött poszt borzolta a kedélyeket a hétvégén, miszerint vélhetően medvelábnyomokat láttak itt a Pipishegyen. Mi itt már sem havat, sem lábnyomokat nem találtunk. A fotókat elküldtük a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek. Erre kirándult egy mátrafüredi lakos a hétvégén, amikor észlelte és azonnal lefotózta a nyomokat, amelynek tulajdonosát nem látta. Többen úgy gondolták a közösségi oldalon, hogy ez egy medvelábnyoma. Azonban, hogy biztosak legyünk, elküldtük a képeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak. Hivatalos választ azonban egyelőre nem kaptunk. Egy általunk megkérdezett szakember szerint valószínűbb, hogy egy borz lábnyomát fotózták le. Érdekesség azonban, hogy a borzok és a medvék is téli álmokat alusszák, ezért a mostani időszakban van a legkevesebb esélye, hogy ezzel a két állattal találkozunk. Bár a tél enyhének mondható, ha egy medve fel is ébredne, először saját élőhelyén keresne magának élelmet, ezért inkább a nyári, őszi időszakban fordulhatna elő akár turista útvonalakon is. A lábnyomokat annak mérete és a lépések közötti távolság meghatározásával lehetne biztosan beazonosítani. Nem lenne lehetetlen azonban, hogy medve nyomokat észleljünk a Mátrában, hiszen korábban ez többször is előfordult. Legutóbb fél évvel 2020 nyarán röppent fel a hír, hogy medve járja a Mátrát, akkor a szakemberek is megerősítették ezt, sőt egy házaspár Mátrafürettől 150 méterre találkozott is a ragadozóval. A medve egészen közel merészkedett a kirándulókhoz, de végül hátat fordított és elfutott. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága akkor egy tájékoztató táblát is kihelyeztetett az erdőbe, amelyben hasznos tanácsokkal látta el a turistákat arra az esetre, ha medvével találkoznának. A szakember arra kéri a túrázókat, ha ismeretlen lábnyomokat látnak, jelezzék az illetékes nemzeti parkoknak, erdészeteknek vagy vadászatoknak. A medve fokozottan védett állat, ezért is lenne fontos, hogy az illetékesek tudomást szerezzenek jelenlétükről. Dánia sikerével zárult a kézilabda világbajnokság. A magyar csapat remek teljesítménnyel az 5. helyen zárta a küzdelem sorozatot. Rosta István a világbajnokság egyik szakkommentátorával a véghajrá előtt beszélgettünk az esélyekről és a magyar csapat addig mutatott teljesítményéről. Amit elértek a fiúk, tehát hogy bemannak a legjobb 8-ba, az szerintem is az a cél, és elérték, ez így rendben van. Innentől ez már mind plusz. És ami nagyon jó, hogy a fiúk, akik nagyon motiváltak és nagyon ambiciózusak, és még további célokat tesznek ki maguk elé. Én azt gondolom, hogy a nagy cél nyilván a 4 bejutás,
illetve a legnagyobb cél az a 2022-es hazai EB-n négybe jutás, és a 2024-es Párizsi olimpiára való kijutás. Franciák ellen mire lehetünk képesek? Kell-e meglepetés, vagy kell-e nagyon extra teljesítmény ahhoz, hogy legyen meglepetés? Természetesen kell extra teljesítmény a kapuba, Lékai Mátétól várnék sokat, illetve nyilván Báhidi Bencétől, a lövőktől. Mindenkitől nagyon sok kell, ez egy nagyon erős francia csapat. Én azt gondolom, hogy a játékos állományban mindenképpen top 3-as, de szívvel, akarattal, taktikával lehet csak nem kompenzálni. A magyar válogatott oda tette magát a franciák elleni mérkőzésen, és a rendes játékidőben 30-30-as döntetlent játszott, majd a hosszabbítás után nagy csatában a francia válogatott 35-32 arányban győzni tudott. A megújult játékos keret és a vezetői stáb jól vizsgázott a világbajnokságon. A magyar válogatott a jövőben hamarosan újabb kihívások elé néz, ahol akár még szebb eredményeket érhet majd el. A magyar csapat tavaly egezett egy nagyon új utat, ugye egy spanyol szisztémát, Csaba Rodriguezzel, Nagy Lászlóval és Gulyás István kapitánnyal, és a végcél az a 2022-es Magyarország Euróbajnokság. És azt gondolom, hogy ez nagyon jó. A tavaly magasolták a részt a fiúk, de most még egy picit emeltek rajta, és én bízom benne, hogy jövőre, amikor Budapesten lesz majd az Euróbajnokság, akkor még jobb, még eredményesebb teljesítményt fog nyújtani. A sok izgalmat és változatos mérkőzéseket hozó egyiptomi világbajnokság a rendezőknek is sok feladatot okozott a Covid miatt. A házigazdák a lehetőségekhez mérten ezt a feladatot is igyekeztek kisebb-nagyobb sikerrel megoldani. Ezzel együtt a dán arany, a svéd ezüst, a spanyol bronzérem mellett örülhettünk annak, hogy nem maradt el egy újabb világesemény, ami a jövőben mindannyiunknak tartást adhat a hétköznapok életében. Elindult az államilag támogatott alacsony kamatozású otthonfelújítási kölcsön, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin úgy fogalmazott, ez a kölcsön azoknak a családoknak szól, akik szeretnék felújítani az otthonukat, de nincs annyi pénzük, hogy belekezdjenek. Ők felvehetnek egy legfeljebb 6 millió forintos, garantáltan 3%-os kamatozású, maximum 10 éves futamidejű kölcsönt. 6 millió forintos hitelfelvétel esetén a havi törlesztő részlet 58 ezer forint. Február 1-től újra lehet jelentkezni az Innovációs és Technológiai Minisztérium elektromobilitást ösztönző pályázatára, amelynek célja a világ védelme, a magyarok egészségügyi állapotának javítása, a munkavállalók autóhasználatának csökkentése és a kerékpáros közlekedés ösztönzése. Az 1 milliárd forint keretösszeggel kiírt pályázat harmadik fordulójában február 5-ig lehet jelentkezni. A támogatás maximális mértéke a maximum 400 ezer forintos eladási ár 50%-a, de legfeljebb 90 ezer forint. Az aktuális végén híreink még egyszer röviden. Leadták a listát, a héten megkezdik az idősek oltását a házi orvosok. Csőd közelben demonstráltak a vendéglátósok. Lábnyomok Pipishegyen, inkább borzra gyanakodnak a szakemberek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!